A Debreceni Egyetem egészségügyi karán is indul az ápolók non-doktori képzése. Három területen szerezhetnek mesterdiplomát a szakápolók. A képzés újdonság az egész országban. Az egyetemi egészségügyi karra az idei rendes felvételi eljárásban egyébként 455 hallgató jutott be. Alapképzésben a mentőtiszt, a védőnő, a szülésznő és a szociális munka alapszakra jelentkeztek a legtöbben. Összesen 455 fő került be a szeptemberben induló képzésekre a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Ebben a létszámban benne vannak az egészségügyi és szociális munka alapszakra, valamint a mesterképzésekre jelentkezők is. A legnépszerűbb az alapszakoknál a mentőtiszt szak volt, bár ez egy több éves, vagy azt is lehet talán mondani lassan, hogy több évtizedes hagyomány, de ugyanúgy nagyon népszerű a szülésznő és a védőnő képzésünk is. A mesterszakok esetében az egészségügyi tanárszak, ez ugye egy tavaly indult képzés, tehát még mindig nagyon népszerű, sokan jelentkeznek, illetve az úgynevezett ápolás mesterszak, amelyik kifejezetten magas létszámokkal fog indulni szeptemberben. Összesítve ez a 455 fő, ez gyakorlatilag ugyanannyi, szinte főre számítva, mint a tavalyi eredményünk volt. Ez a létszám a beregszászi főiskolára felvett hallgatókkal növekedni fog. Kormányzat által meghirdetett úgynevezett szülőföld program, ami állami finanszírozással működik, és ennek keretében mi ápolás alapszakot tudunk indítani Beregszászon, a beregszászi főiskolával, illetve az ottani egészségügyi ellátórendszerrel közösen. Itt körülbelül egy olyan 25 főt várunk majd az alapképzésre. Azzal, hogy ez a Debreceni Egyetemnek a képzése nyilvánvalóan, és a Debreceni Egyetemnek a diplomáját fogják majd a hallgatók megkapni a végzéskor. A ponthatárok nem okoztak meglepetést idén. Legmagasabb a szociális munka alapszakon volt 300 pont, a többin 280 és 300 pont között mozgott. Ápolás szakon mesterképzésben a 100 pontos rendszerben 90 pont kellett a bejutáshoz. Újdonság a felsőoktatási intézményben, hogy bekapcsolódik az úgynevezett non-doktori képzésbe is. Az ápolás mesterszakon lehet ilyen típusú szakképesítést és végzettséget szerezni. Ez most három egyetemen indul. Ez egy teljesen más logikára és más rendszerben felépített, tulajdonképpen szakápoló képzést jelent, amelyik mesterdiplomát ad. Tehát egy nagyon magasan kvalifikált és specializált szakképesítéssel rendelkező ápolóról van szó. Mi ebben a tanévben három specializációt indítunk, a sürgősségi szakápoló, a közösségi, illetve a geriátriai szakápoló képzést, mind nappali, mind levelező tagozaton meghirdettük. Ez egy kiemelt kormányzati program, valóban csak három helyen indul, valószínű, hogy jövőre már esetleg négy helyen is lesz majd ez a képzés, elég szép számmal vannak jelentkezők. És itt két dologra kell mindenféleképpen felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy a kormányzat meghirdetett egy úgynevezett Mihalica ösztöndíjat azoknak a jelentkezőknek, akik vállalják, mert ez egy nagyon intenzív szakmai képzést jelent, tehát vállalják, hogy végigcsinálják, akkor ők egy nagyon komoly ösztöndíjprogramra pályázhatnak és vehetnek részt, amik végigfinanszírozza gyakorlatilag a képzés teljes időszakát, ez egy másfél év, amiben gondolkodni kell, illetve ami újdonság, hogy a pótfelvételiknél is hirdetnek meg állami finanszírozású helyeket kizárólag ennél a képzésnél, hiszen a pótfelvételiknél most már évek óta csak költségtérítéses helyre lehet pályázni, az ápolás mesterszak esetében viszont lesznek állami finanszírozású helyek is. És erre nagyon kell figyelni, mert ugye ott a határidő az augusztus 7-e. A képzéssel az ápolói kompetenciák szélesedhetnek. Tulajdonképpen egy kiterjesztett hatáskörrel rendelkező ápolóról van szó, aki amikor végzett, azon a speciális területen, ugye ahogy emlegettük, hogy sürgősség, geriátria, közösségi ápolás, orvosi feladatokat is elláthatnak majd, tehát egyrészt tehermentesítik az orvosokat nagyon sok feladattól, illetve az ápolási tevékenységet is közösen tervezik meg az orvossal, de utána már az ápolás gondozási tevékenységet már önállóan fogják végezni. Ez nyilvánvalóan komoly újdonság most az egészségügyi ellátó rendszerben. Nyugat-Európában, az Egyesült Államoknál ennek már több évtizedes hagyománya van. Az kétségtelen tény, hogy ez egy másfél éves képzés, és bizony egy 1500 órás képzés, amit végig kell csinálni, teljesen mindegy, hogy valaki nappali vagy levelező tagozaton tanul, azzal, hogy maga a tanterv is szinte óráról órára lebontva pontosan ugyanaz, mint a három képzőhelyen. Tehát mi is egy olyan központi tantervvel fogunk elindulni szeptemberben, ami teljesen kompatibilis a másik két egyetemnek a tantervével.
A pótfelvételire augusztus 7-ig kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni azoknak, akik sehová nem kerültek be, illetve akik nem adtak be jelentkezést a rendes eljárásban. A pótfelvételi során már csak önköltséges képzéseket lehet megjelölni, a szakok többségénél a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július 26-án meghatározottaknál.